A statisztikai minisztert még mindig nem váltottak. Leváltottuk, ezek már az új miniszter számai. És az is ilyen hülye. Ezek a számok. Rohadt számok, mindent összekevernek. A minisztériumot meg kell szüntetni. A minisztert le kell váltani. Esetleg helyezzük házi őrizetbe, vagy küldjük bíróság elé? Mérséklet, fiú. Hányszor mondjam, hogy egy egész népet nem lehet börtönbe zárni. A lakosság egyik felének mindig szabad lábon kell lennie. A lakosság egyik felének mindig szabad lábon kell lenni. Kétel. Mi nem hallgatjuk el népünk előtt, hogy ideiglenesen és néhány szórványos esetre korlátozódóan vannak még zavarok az élelmiszerellátásban. Az ellenség gúnykacaja, az imperializmus lakájainak kárölöme közepette sem szégyeljük, sőt, nyíltan vállaljuk az élelmiszerüzleteinkben tátongó üres polcokat. Hiszen a mi csalhatatlan főtitánunk megmondta jó előre, a titán forradalmi út nem habos kakaós uzsonnázással tarkított sétakocsikázás, hanem egy diadalmasan száguldó gyors vonat, ahol a mozdony acélos dübörgése elnyomja esendő gyomrunk korgását. Ne csak egyél gondolkoz. Ezt ki mondta? Te. Jó mondás. Népünk bölcs, szívet melengető kedélyű vezetője a várakozás percei alatt is gondoskodik arról, hogy a titán lakosságra hagyományosan és nemzetközileg is elismerten jellemző töretlen jókedv megfelelő kifejezési formát nyerjen. Ifjú néptáncos önkénteseink bemutatója, akik az ősi titán népdalok és táncok tiszta forrásából merítve népszerűsítik a magasrendű kultúrát, meleg fogadtatásra talál. Hiszen a csopval a pacska, A fonya, B fonya, jó! A fonya, B fonya, C fonya, Csipben a csopval a pacska, Néptársaink azonnal és örömmel csatlakoznak a tánchoz, beteljesítvén a főtitán látnoki szavait, étvágy nélkül az evés csak egy rossz, barbár beidegződés. A legnagyobb éjjelzést, a fokozhatatlan, eufórikus örömet természetesen hős vezetőnk helyszíni látogatása váltotta. Erős főtitán örömmel csatlakozik a táncoló néptömegek fergeteges forgatagához. Ti kicsináltok engem. Táncolás, talolás és közben a népnek korog a gyomra. Az a koncepció, hogy a szívből jövő mulatás elfeledteti velük az étvágyat. Ez egy hülyeség. És miért nem adtok enni az embereknek? Az a koncepció, hogy kövérek. Hát egyik napról a másikra nem lehet az embereket leszoktatni az evésről. És ki a felelős? Valakit felelősség kell tenni, mondjuk a turistákat. Nálunk nincsenek turisták. Fogjátok rá a zsidókra? Zsidónk is alig van már. Hány? Megpróbáltuk. Egy csomót agyon is vertünk. Nem járt sikerrel. Eddig mindig bevált. Mert nem esznek füvet? Az ősi, természetes földön nőtt titán fűvel. A napenergia közvetlenül jut be a titán szervezetbe. És nincs megterhelve koleszterinnel és mindenféle zsírsavak. Ha az eredeti, természetes titán fű lenne az alaptáplálékuk, akkor mentesítenénk az emberek szervezetét a túltápláltságon túl az érszükülettől, az epe és vesekőtől, a vérkeringési zavaroktól, a
trombózistól, a reumától. És mindenek előtt az impotenciától, amely a nemzet jövőjét veszélyezteti. A frissen szedett és akár nyersen, akár párolva, akár főve fogyasztott titánfű nem csak az olyártalmas húst pótolja a titán gyomorban, hanem tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, amelyeket a tejnek, vajnak, tejfölnek szoktunk tulajdonítani. Utasítani kell a Titán Tudományos Akadémiát a fű és fűevés organikus és tudományos analízisére. Az új agrárforradalom gigantikus vívmányaival ismerkedik népünk a főtitán helyszíni irányításával. Szeretett vezérünk ősi titánfüvet kaszál. Mint arról a Titán híradó nézői is meggyőződhetnek, ez a rendkívüli lángelme nem szégyenli saját kezébe fogni a kaszanyelét, példát mutatva minden rendű és rangú titán néptársnak. Tessék, az igazi nagy tettek milyen egyszerűek! A fő titán néptárs és hitvese ezen az emlékezetes ünnepnapon saját kezűleg állítja elő azt a páratlan hatású, korszerű ételkülönlegességet, amely maradéktalanul kielégíti Titánia népének forradalmi táplálék igényét, egyúttal döntő csapást mér a titán nemzet elvetemült ellenségeire, akik lógó orral és behúzott farokkal oldaloghatnak el bűzös adóikba. No, hogy ízlik? Egyre jobbá. A mai naptól fogva elnöki dekrétum rögzíti, hogy Titánia lakosságának alaptápláléka az eredeti, természetes, ősi titánföldön termett fűféleségek kimeríthetetlen kincses bányája. Leveshez. Valóban ízletes.